Sziasztok! Ahogy ígértem, áprilisban elindítom a könyvklubot a Nincs időm olvasni kihíváshoz kapcsolódóan, ami ugye annyit tesz, hogy minden hónapban a témához most már egy könyvet is ajánlok. Az a cél, hogy közösen olvassuk el ezt a könyvet, hogy aztán közösen megbeszélhessük az olvasmány élményeinket, majd egy előre megbeszélt időpontban. Ebben a hónapban úgy döntöttem, több okból is, hogy Gyemüszó Holnap című könyve lesz a hónap könyve. Ugye ebben a hónapban a Nincs időm olvasni kihívásban olyan könyvet kell olvasni, ami egyetlen szóból áll, mármint a címe, aminek egyetlen szóból áll a címe. Egyrészt ez tökéletesen illik is a témába, másrészt azért döntöttem emellett, mert a Park kiadó adta ki, és az utóbbi két olvasmányélményem szintén Park könyvkiadós volt, és úgy érzem, hogy valahogy lehet, hogy kezdek márkahű lenni, de hogy ők eléggé eltalálják az ízlésemet. Másrészt Tönkő Vera szerkesztette, és aki ott volt a március találkozón, az tudja, hogy ki Tönkő Vera, és valahogy most már megbízom az ízlésében. Harmadrészt próbáltam egy kicsit populárisabb darabot választani, ez egy ilyen kalandos, szerelmes, romantikus, de egyébként Mojon nagyjából 92%-osra értékelt, és tényleg még nem olvastam róla rosszat. Úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy elég közkedvelt és jó könyv, és egyébként Müszó egy francia kortárs író, napjaink egyik legsikeresebb francia írója. Úgyhogy azt gondolom, hogy legyen ez a hónap könyve, és nagyjából 20-a környékén majd a csoportban egy élő chat videó formájában megbeszéljük, úgyhogy olvassátok, jegyzeteljetek, és aztán megbeszéljük.